Hello, sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek ma is a Gabriel Vlog csatornán, és ezúttal megnyitok egy jó tavaszi daily vlogot, egy másik epizódot. Ugye megint egy csomó érdekes dolog fog történni, úgyhogy le akarom filmezni nektek is. Nem sokára elindul egy olyan Gabriel Vlogos webshop, hogy mindenki be fog szarni, tehát hogy olyan cuccokat találtam ki, és olyanokat fogok most legyártani, hogy nagyon fog tetszeni nektek. Ez az egyik jó hír, a másik jó hír az, hogy most megyek a nyomdába, meg picit felmatricáztuk a T3-at. Nagyon kíváncsiak, hogyha fog tetszeni nektek, elviszlek benneteket is megmutatom, hogy milyen lesz, és majd mindenképpen kommentbe várom a véleményeket. Balaton-Almádiban már meg lehet majd nézni a felmatricázott T3-at. Annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, hogy az elképesztő. Ma is lesz péntek esti klub találkozó, meg minden is lesz, úgyhogy mindent meg fogok mutatni nektek is. Helyszínen, még szűzben ott. Most még fehér. És lássuk, milyen lesz. A másikat úgy számoltuk, hogy ebben ne legyen benne. Igen. Na, onnan kezdődik. Onnan kezdődik, igen. Innen kell felemet? Na, ez kész, lecsrácok! Nekem nagyon tetszik, olyan jó színe lett az egész busznak, főleg hátulról nagyon-nagyon jól néz ki a kicsike. Úgyhogy nagyon örülök, hamarosan viszem a T2-t is. Azt még nem tudom eldönteni, azt írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek ide, erre a részre is tegyek egy ugyanolyan türkisz feliratot. Mert most az az érzésem, hogy ahhoz képest, hogy milyen az oldala és a háta, az eleje most egy picit olyan túl fehér. Úgyhogy mit szóltok? Megvan a matricázás, most készülök kimenni majd péntek esti klub találkozóra. Holnap már jön haza Imó. Most viszont még leellenőrzöm a buszba az olajszintet, meg minden ilyesmi, mert kedden indulok Balaton-Almádira, úgyhogy megint fogok nyomni egy 1600-1700 km-es utat. De lehet, hogy még többet fogok megtenni vele, úgyhogy hát leellenőrzök mindent annak ellenére, hogy most volt épp revízió, mielőtt elmentem Majsára, de azért átnézek megint mindent, és aztán később megyek ki a klub találkozóra, amit egyébként nagyon várok, mindig nagyon szeretem ezeket a péntek esti találkozókat. Ja, és mutassam meg, hogy még milyen dolgokat vettem a buszhoz. Ide is hoztam, ahogy mondtam nektek még a mobil WC-s videómban, csak ilyen kempinges WC-papírt használok, úgyhogy most megint vettem ilyet. Egy német cégtől van, ez teljesen 100%-osan feloldódik, úgyhogy mi a kemping WC-ben csak ilyet használunk. Úgyhogy ebből most, azt hiszem utoljára, amikor vettem egy ilyen csomagot, akkor az 2 éve volt. Erre nagyon kíváncsi vagyok, ez egy árnyékoló lekötő, itt ezen a képen látszik is, hogy gyakorlatilag a lábaihoz teszed rá, és ezekkel a szegekkel rögzíted le. Ez szerintem olyan helyen nagyon klassz lesz, ahol nincs nagy szél, és mondjuk nem sokáig kell kihúzni, akkor nem kell mindig befűzni azt a lekötőt, ami van nekem. Ez is a fiámától van, nagyon-nagyon megörvendtem neki, és nagyon örülök, úgyhogy várom, hogy kipróbáljam. És amit már rég szerettem volna, ugyancsak a fiámától megvettem végre a színkiegyenlítőt. Mindenféle finomsággal, ilyen kis cuccokat is vettem hozzá, hogy ne tudjon visszagurulni az autó. Úgyhogy ezt is ki fogom próbálni. Ez elég sokszor már jól jött volna, úgyhogy ennek is nagyon örülök. Úgyhogy most megcsinálom ezeknek is itt a helyet az autóba,
aztán kezdődhet a revízió. Nos, srácok, ahogy ígértem, eljöttem János bácsihoz, Maxim bácsihoz, de nem vállalja T2-nek a motorját, ami egy picit meglepett, mert azt mondta, hogy már túl idős egy ilyen nagy projektbe belefogni, szétszedni a motort, meg minden felújítani, azt mondta, hogy még ilyen karburátorállításokat, meg ilyesmiket csinál, de ilyen nagy fából már nem vágja a fejszét. Úgyhogy ez a probléma akkor nincs megoldva, keresek valakit, aki megcsinálja nekem a T2 motorját, vagy veszek egyet. Készen. Az is egy verzió. Egy felújítottat. Jó, megyünk péntek esti találkozóra. Légkondi működik, olyan nincs. Zene van. Zene van. Matrica van. Nyári lett nagyon a busz. Jaj, pedig már úgy láttam. Szedem ki a T2-ből a motort. Még van egy esély, amit fel fog ajánlani Maxim bácsinak. És azt nagyon-nagyon élvezném. Még pedig az, hogy mit szólna hozzá, hogyha eljönnék, segítenék neki. Ismerek olyan autógyűjtőket, többek között mondjuk az én esetemben is, hogy van egy csomó Merci, meg minden, de Trabi az mindenkinek. Szóval ez nem maradhat el. Az egy annyira egyedi stílusú autó, meg a vezetésélmény, meg minden. És hogy te ezt közben így megcsináltad, hogy erről mesélsz egy kicsit, hogy van egy kicsi ültetés, egy kicsi felniszélesítés, meg milyen extrákat nyomtál? Igazából kis visszaöregítés volt. Jó, ja, a kilincsek, ezt mondjuk el. Lökhárító, elől a hűtőrács. Uh-huh. Nagyobb alakításnak meg lehet nevezni a felniket, a Twingo tetőt. Uh-huh. Felnik azok szélesítve lettek? Igen, gyári felnik megszélesítve. Uh-huh. Twingo tető, oké. Okay. Ezen kívül nagyon nem volt beavatkozás. Aha. Hát jobban szereted a picit, mint, vagy neked is egy picit nagyobb élményt nyújt, vezetési élményt, mint az 1-1-es, mert ezzel, ahogy látom, többet. Abszolút. Tehát ez igaz? Nem is kérdés. Igaz, hogy így másik van ez. Másik is vagán, jó, voltam vele hosszú utakon, de ez nekem volt ez a különleges jadály. Ez annyira klassz a Trabiba, hogy oda pont megvan a helye, ahol szépen be lehet tenni, az a kis izé. És az rá van kötve az akkura? 12 voltos? Igen. Uh-huh. Az klassz. Meg a kaszkos matrica. Ja tényleg, hát hol szereztél? Neten lehet beszerezni ezeket. Aha, oda nézzetek. Négy keréken mozgóban. Valójában, hogyha sokkal hosszabb videót szeretnétek megnézni erről a Trabantról, akkor keresétek meg a csatornámat, vagy beteszem infolinkre, és megnézhetitek a teljes műsort, amit forgattunk vele, és össze is hasonlítottuk az 1-1-es Trabival. Srácok, folytatom a daily vlogot, szombat van, és ami nagyon ritka, szabad szombat. Nekem úgy, hogy úgy döntöttem, hogy neki fogok a T2-esnek a vonóhorgot leszedni arról a lökhárítóról, és bekenni valamilyen cuccal, picit megszabadulni a rozsdától, a felületi rozsdától, lekezelni, és aztán elviszem a fóvásra. Tisztítás, lássuk, hogy mennyire megmenthető. Ennek a Bizol F21 Unblock Plus sprének köszönhetően nagyon könnyen lejöttek ezek a nagyon berosdásodott csavarok. Eddig legalábbis, de általában mindig a legutolsó szokott megszivatni. De nagyon kellemes meglepetés volt eddig. Oda néz. Hihetetlen. Le van szedve a lökhárító, be van kemve Deluginolla. Úgyhogy az első lépések megvannak.
innen majd elviszem szerintem homokszórásra, és aztán festeni, és aztán felkerülhet a T2-re. Itt vannak a srácok, várják haza anyucit, és már csak egy nap van, mert holnap jön. Igaz? Várjuk anyucit? Holnap már megyek érte a reptére, el is repült ez az egy hét. Mondjuk az elfén is van. Ati, felkészülve. Fel. Eltézni. Mit veszünk? Hát 84-es eltét. Komolyan? Fogunk venni. Lássuk milyen. Apropó, itt van egy ortán motiválni, ez nem tudod ki? Nem tudom, nem nagy szokott itt lenni, tehát most látom először. Vagy most vette, vagy vendégségben valaki. Vagy vendégségben valakinek. Van benne egy motoros sisak, és valami felni. Igen? Aha. Indulunk eltét nézni. A valódi nagy kérdés csak az, hogyha Feri megveszi ezt az eltét, ezt a lakót, akkor ez kié lesz. Tadám. Nézzétek meg, milyen szép. Ez valahogy úgy kéne maradjon itt a családból. Ó, mint egy piros tűzoltó. Hát ez pontosan az. Igen. Állapotban azért köszi. Ilyen állapotban azért nehezen lehet kapni veterán autót. Meglátjuk. Srácok, megjöttünk! Már láttuk az eltét. Megjöttünk, látjuk az eltét. Nagyon szép helyen vagyunk. Láttam filmeket, amik így kezdődtek, és a végén nem mentek haza az emberek. Ez van. Pont egy ilyen... Már nem tudtak róla, mert dobozokba mentek. Pont egy ilyen nem voltak, hogy eltettetve, ami gépet itt látom. Amúgy igen. A magányi galátjárat. A lényege az, hogy valahol lehet, hogy víz került benne, lehet, hogy hengerfejes, vagy valami, és egy szelepet eltört benne, vagy valahogy összejött az a cucc. Várj, de a rúdjén, na rájön, kikéd a rúdjén. Vagány. Az is vagány, hogy látod, hogy azt hittem, hogy külön kabin is, külön a izé, de hátra lehet menni. Ez komoly, gyerekek. Ez nagyon jól néz ki. Igen. Ja, az aggasztó, kívül is jól néz ki. Kívül. A motorot hátulom ilyen szinten szét van szedve. Hát nem tudom, mi van vele, hogy van. Ez nincs is te. Tehát nem is lehet elindítani, igaz? Szét van szedve ott? Hát nem hiszem. Ha így a jeszti párti lehet, igen. Bateri? Kicsit tudok, hogy lakél. Oké. Lássuk egy kicsit itt hátul mi. Mit árulom én él? Jó, ezt itt le lehet választani, itt van a függöny, látom. Aha. És itt? Hogy kelljen a budi? Az első batteri. Á, oké. Azt a zápor. Egy kicsit szisztéma, egy gáz, egy kusina. Tudtani valami tarifató. Ez scritto kusina, bucateria, baie, apa calda. Quello che ti trenne. Frigidaire. Frigidaire merge con due, tre volte. Te baie. Aha. Ja, te apa calda anche aici, duccio. Van meleg víz boiler is benne. Este boiler de apa calda. Questa. Mhm. Jó néz ki. Lehetett valamikor légkondi van mindenbe fel, hogy szerelve.
Nem biztos, hogy nagy baj van a motornak amúgy. Simán lehet, hogy az adagolója, vagy a porlasztok, ahogy mondta izé Jenő. Azt még amúgy jó, látod, benézel a kerekek mögött is, mindenhol jó. Bent is pazar. Bent is szép állapotban. Mindenre milyen szinten vigyázol. Félek, egy 84-es autó, ha beszélünk. Az nem tetszik. Itt is van fogén. Szépen csukodik az ajtó is. Azt hiszem, hogy egy jó alapanyag, de, még kicsit még foglalkozós, de jó alap. Szép az autó. Nézzek, ez is milyen szép egyenes az egész rész. És amikor bejúsz bent a bútorokhoz, hát a 40 éves autó, 41-es autók, beszélünk ahhoz, hogy ilyen állapotban maradjanak bent a szekrények, meg hasonló, ahhoz kellett vigyázni rá. Most az, hogy kívülről az idő meglátszik meg, hogy motorcsere volt benne, meg az 40 évben. Igen. Tudod, van az a kora, amikor ha akarsz menni többet, akkor kell egy turbos motor, meg ez az, mert nem tudsz elérni. Igen. Van egy kis rozsda az ablak körül. Igen. Ezek amúgy miből vannak maga? Ez alumínium. Ebben a régiben még alumínium. Olyan meg. Ez mind alumínium. Látod, itt látszik is, ne? Ford előttek. Csaj is jött egy Ford. Igen? Ez nagyon-nagyon vagány ez a rendszer. Ez a kiegyenlítő rendszer nagyon vagány, napellem, meg ilyesmi. Van egy járnyékoló is rajta. Varogép is van. Hogy érzed, Atti? Haza viszi? Csaba, csávon beállásnak minket. Igen? Én szerint már rég láttam, hogy eldöntött, hogy igen. Hát, én csak hát, támogatni hát, tudom. Hát, hogyha... Na! Mesélj! Értünk egy autó. De tudom, most mindenki hülyenek fog nézni, hogy nézitek itt a műsort, meg minden, de egy olyan embert, amelyik azt mondja, hogy mindent odaadt vele, igen. Konkrétan egy generátort vele. Igen. Hogy menjek oda bazen alkudozni, nem? Tehát nem. Ezt én sem tudtam. Telefonon alkudoztunk, tehát igen. Ne legyen félreértés, nem adtam azt az árat, ami volt, mert mondta, hogy a motor, meg amennyi kirakták, az ott a halk. De leengedett több mint 1000 eurót azzal, meg megoldott a komoly összeget engedett le, úgyhogy... Nagyon korrekt volt. A tulaj is nagyon korrekt volt, azt hiszem, mindent odaadnak, az autó az nagyon kulturált. Egy óriási nagy takarítás és egy motorszerelő. És lehet vele repeszteni. Igen. És olyan szépek a vonalai az autónak, meg belül száraz, nem büdös, nem beázott, igen. Nem penészes. Nagyon jó vétel volt. És én örvendek, hogy megvettük még egy oké, mert már a Buldo Escovator, amivel eltemetnek, be volt indítva. Igen, ez már be volt. Várt a csávó. És akkor mondtad, hogy igen. Azek, igen? Akkor. De nem látod, hogy mondd, akkor állította meg. Igen, mehetnek azok. Oké. Ha nem válasz, az nem elfogadható. Na csücs, menjünk. Azt hiszem mehetünk, ez is egy sikeres nap volt. Valamelyik nap. Csabival is. Elmentem, azt is hazavittük. Mit vettetek, Csabi? Egy NX100-ot. Komolyan? Aha. Ott volt vásárhelye. Egy NX100 volt vásárhelye? Igen, bizony. Na, srácok, az LT meg van véve. Meg van csinálva az adásvételi szerződés. Holnap megy a trailer, hogy hozza haza. Most viszont eljöttünk a rádióstúdióba. Nyomunk egy jó kis interjút, egy órás beszélgetés. Ahol szerintem már be is nyomjuk a sztorit, az LT sztorit, mert mindig nagyon szeretik, amikor ilyen jó sztorikkal jövök. Úgyhogy most letámadjuk a stúdiót. És egy baromi jó sztorival fogunk elvállni a rádióba. Úgyhogy tartsatok velünk. Nagyon jó. Hát ez megint egy nagyon produktív nap volt. Így van. És... Hát egy autóval több Feridén megint. De ez nagyon jó. És egyre kevesebb lesz. Hát ez, ahogy a betonra kerül, már nagyobb lesz az értéke sokkal. Ezúton is keresünk szerelőt. Hát úgy néz ki, hogy megvan. Megvan a szerelő is. Valaki viszont piros LT? Van egy eladó. Én ezt el fogom cserélni Ferivel, adok valamit. Van jó kis veterán autó. Ha csak nem veszi meg Attila. Fájdalmas. Vagy megveszi Attila, amit... Mivel elcserélhet. Ja, benne. Az is jó. Na, nincs kabrió Audi 80-ason. Nincs Audit.
volt régebb sok. Igen. De jó Porsche is, tehát nem, zavar, az sincs. Te lesz. Kerül, nem? Jó négyes Renault. Nem azt, hogy nem kell, hanem jó, nem de mit csináljak vele? Igen, menjük előre. Jó, sok Ford van a családodban. Akár egy Ford Taurus. Hát ez az. De mit csináljak velük? Tehát az a durva, hogy nem. Mit csinálsz? A mi az, pirosan? Hát elad. Elad. Hát jó, de mondjuk, na, szívem szerint nem adnám. Én valószínű, hogy... Bár tudja, nem is tudom, hogyha arra átalakítanám, hogyha ez enyém lenne. Így most majd van a T3-asom. De jól néznek, hogy a T, ott fent az új garázsban a T, T, vagyis LT, T3, T2. Lekeszed be csak tetőcsomagtartót, két ülés hátra. Szia! Szóval az van, hogyha be tudunk menni mind a hárman, van egy kurva jó sztorink. Na, sőt, megkérünk szépen, gyertek mind. Jó. Jó? Jó, persze. Van egy nagyon jó sztori. Nem meg van beszélve. Kezdjük a... Úgyis úgy fogjuk, hogy vesszük időrendre. Hippie Island-től kezdve végigvesszük az összes parking meet, a buszos kirándulás. Jó, így, tényleg. Mindent. Most holnap megyek pont egy másik. Na, arról is beszélünk. Maraton Almádiv. Ami eszetek bejut, azt mind lehet nyomatni. Most van egy jó sztori, mert pont megnéztünk, itt hosszátok jó sztori van. Hogy? Mivel élőben van, nekem a Hello. Én beülök a hakoshoz. Hogy üljünk? Megkérdezem azonnal. Jó, akkor másszak be. De jó, hogy utolért a csuklás. Emleget White Pisti. Az. Ez jó. Tehát akkor ti ültek, üljetek oda ül, és akkor én itt a... Itt a izén él leszek, ne fejjem le a tévét. Na, tudom, mondtam, hogy nézzetek meg a motorokat, azt nem csináljuk. Mondtam, jó. Okay. Motorokat? Igen. De amúgy nem volt motor. Hát hogyne. Hát egy motor. Ne adjunk mindegyikre külön jegyet, majd a végén kellene összeadjuk, hanem hogy mindenki alakítson ki egy ilyen top 5-öt a zsűrizők közül. De nehéz volt. Tehát, hogy idén sokkal nagyobb volt a felhozatal, emiatt nagyon nehéz volt ezt összeállítsuk, és a végén ugyanoda kerültünk, hogy már volt talán 20 autó listánkon. Tehát, hogy azt akartuk, hogy ne legyen csak 5, ne kelljen a pontokat összeadjuk, ehhez képest 20 autó volt, és szerintem sokkal nehezebb volt az előző években. Nehezebb volt, mert sokkal jobb volt a felhozatal, sok autó is volt, tehát nagyobb volt a mennyiség. A Maseratiból csináltak 12 darabot, a Mercedesből sokkal többet, ergo van lehetőség arra, hogy ebből te megvedd az eredeti alkatrészt. Úgyhogy ez nagyon érdekes amúgy, és biztos, hogy nem könnyű nektek zsűrizni. Azt az izgalmas részt még el sem mondtuk nektek, hogy szinte lekéstük a rádiót. Egy kicsit több mint egy órával a rádió interjú előtt még Kolozsváron voltunk, eltéztünk. Aztán pedig eljutott minket. 130 a minden óra szóval pályákon, 59 a betartott. Minden sajtségotát betartottunk. Ez nagyon szerencsénk volt, mert nem ott egy autósok. Igen, úgyhogy pont ide értünk. Minden esetre jó, mozgalmas kis nap volt. Lazán megünnepeljük az LT vásárlását. Szerintem ez egy... Még nem is tudjuk mi se, hogy mennyire jó üzlet volt, mert amikor lekerül szépen onnan a hegyoldalból az aszfaltra, le lesz mosva. Azt még el sem mondtuk nektek, hogy a tulajdonos az olasz. 83-ban vette meg az autót, és elmesélte ott nekünk, hogy konkrétan egy lakás árának. Rómában egy lakás. Róma főterén, vagy Róma központjában egy lakás áránál több volt az autó. És azt mondta, hogy régebb, amiatt, hogy ugye ilyen összeg volt, mert azt nem tudtuk, hogy miért, de az volt a szokás, hogy kettő meg három család vette meg persze lopni. És a testvérek vagy csak ilyen árban. És akkor így tudták kihasználni, hogy ki mikor ment kell, hogy megegyeztek, hogy mikor ilyet jelent. Igen. Ami belegondolva az az nem. Mamik könnyű? Nagyon vagány emberek voltak az olasz is, és a felesége is. Isten, annyira jó fejek voltak, hogy sorsítása van az a szint, amikor már oda mész, megnézed az autót, és már nincs többet kedve valakizésem, egyszerűen nincs, nem. Tehát ez nem az a kategória. Mindenbe lehet
nagyon nem vártam semmire Markuszhoz, mert a hölgy a végén elárulta, hogy ma van a születésnapja, és neki ez mennyire fontos volt, vagy mennyire jó dolog, hogy sikerült el. Gondolom, hogy arra számítottak, hogy mivel egy nagyon spéci autó, ugye nem mindenki lesz 41 éves kempen. Eltét még hozzá, igen. És mikor látod azt a szemét, aki elmondta, hogy bánja, hogy nem bánja, mert ő rakta ki. Elad ide, hogy részben sajnálja, nem sajnálja, hogy elviszi. Igen. Úgyhogy nézzétek a Gabriel Vlog csatornát, majd láthatjátok, megéri. Most szemben a Daily Vlog sorozatokban szerintem nagyon izgalmas tartalmak vannak, és nekünk valójában tényleg így fognak a napjaink. Ez nem kamu. Nyomjatok lájkot, kövessetek, legközelebb is nézzetek be hozzá, iratkozzatok fel. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, ez volt a mai epizód, de ahogy tudjátok, hamarosan megint találkozunk egy újabbal, úgyhogy hát jó gondolást kívánunk nektek ezen a nyáron. Bye! Utazzunk még, nyár van, még most is eljön.